Alternatívát akar mutatni a jelenlegi magyar életszínvonal helyett a Magyar Szocialista Párt, mondta el az MSZP alelnöke hétfőn Egerben. Harangozó Gábor szerint az EU-s csatlakozáskor hazánk éllovasnak számított a bérek terén, de azóta többen is megelőztek minket. Épp ezért változásra van szükség. Ennek alapja a folyamatosan növekvő magas bérek és a kiváló minőségű állami közszolgáltatások, mint az ingyenesen elérhető jó egészségügy és a jó oktatás. Mert mindenkinek, attól függetlenül, hogy hova született, joga van a jó minőségű oktatáshoz, hogy versenyképes munkaerővé tudjon válni, és joga van ahhoz, hogyha megbetegszik, akkor gyorsan és ingyenesen segítséget kapjon. Koros Lajos úgy fogalmazott, a magyar emberek nagyon sokat dolgoznak, de nagyon keveset keresnek. Az MSZP országgyűlési képviselője szerint a skandináv országokat kell követni, melyek előbb teremtették meg a jóléti államot, és csak azután gazdagodtak meg. Ennek a politikának az az alfája, omegája, hogy a szociáldemokrata pártok, az ottani szocialista pártok együttműködnek a szakszervezetekkel, szorosan együttműködnek a szakszervezetekkel, bérmegállapodásokat kötnek, kollektív szerződéseket kötnek, hosszú távú szerződéseket kötnek, és ennek következtében folyamatosan emelkednek a bérek. Az MSZP elnök helyettese a rezsipolitikával kapcsolatban úgy fogalmazott, teljesen más tapasztaltak a családok, mint amit a kormány kommunikált, hiszen, mint fogalmazott, elképesztő gázszámlákat kaptak. Varga László szerint mintegy 40 ezer forint megtakarítást jelentene egy egri család számára is, ha a kormány támogatná például az erkélyen elhelyezhető napelemeket. Az, amit például a napelemek frontján a kormány művelt, az is egy víziótlan történet, amelynek tulajdonképpen tűzoltás jellegű gyors megoldás lett a vége. Ugyanakkor Magyarország az egyetlen Európai Uniós tagállam, amely nem segíti azt a folyamatot, hogy érdemben és minél inkább elterjedjen ez a fajta technológia, csökkentve a háztartások rezsiköltségét. Az elnök helyettes hozzátette, a Budapest Airport megvásárlása helyett a vonatközlekedés korszerűsítésére lenne szükség, amely így versenyképessé válhatna, és az uniós forrásokat is haza kell végrehozni.